Életkatedrális Páholy. Köszöntöm Önöket, Klingrita vagyok, az Életkatedrális alapítója, és nagyon nagy szeretettel köszöntelek Gabriel, Farkas Gábor Gabrielt, előadó művészt itt az Életkatedrális Páholyban. Szia Rita, és kész csókom, tiszteletem mindenkinek. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, főleg azért, hogy tudom, hogy rengeteget zenélsz, előadsz, próbálsz, úgyhogy nagyon értékelem, hogy ezt az időt itt ránk szánod, és rögtön bele is vágnék a közepébe, mert nagyon, itt meséltem közben a stábnak, mielőtt elkezdtük, hogy annyira lelkes vagyok, hogy te jöttél, és beszélhetünk, mert minden egyes alkalommal, amikor mi találkozunk, akár meghallgatjuk egy estedet, akár eljössz egy előadásra, akár hallak téged bárhol kommunikálni emberekkel, vagy mi beszélgetünk egy vacsora mellett, mindig egy akkora élmény nekem azt átélni, hogy bármi, amit te teszel, ahogyan létezel, ahogyan gondolkodsz, ez mindig ad az embereknek. Hát valójában nem is más a célja ennek a fizikai mintázatnak, amit életnek hívunk, mint hogy egymás lelki épülését szolgáljuk, és közben a sajátunkat is fejlesszük vele, és csiszolgassuk. De az egóval való küzdelem, az mindig jelen van. Ugye különböző vallások különböző néven nevezik, lehetne akár ördögnek is hívni, hiszen a gondolatok, a negatív gondolatok, azok folyamatosan táplálják az egót, abból nő, abból marad életben. És az egót félretenni a szolgálat közben, az egy nehéz folyamat, hogy az ember elérje, hogy feladja magát, megadja magát a helyzeteknek, de talán a legszebb pillanatok egyike, amit önfeledtségnek lehet hívni. És az önfeledt játék, az pedig nekem az örökségem. Gyönyörűen fogalmaztad azt meg, hogy a szolgálat közben, és te nagyon sokféle módon szolgálsz az emberek felé, tehát zenélsz, énekelsz, festőművész vagy, konferálsz, tehát elképesztő a repertoár. Ez nagyon-nagyon ritka, azt gondolom, hogy világszinten is, de itt Magyarországon mindenképpen. Nem, az én világomban nekem ez a normális, és ezek valójában csak nyelvek. Ugye azt mondják, minél több nyelven beszélsz, annál több életet élsz egyszerre, annál több életed van. A vizuális nyelv, a zene nyelve, a szavak nyelve, ezek különböző nyelvek, de valójában az, amit jelent, az ugyanaz. Most, ha belegondolsz abba, hogy kimondod, hogy alma, akkor ez egy magyar szó, és megjelenik előtted egy bizonyos gyümölcs. Kimondom, hogy apple, vagy kimondom, hogy apple, vagy apfel és apple. Ezek különböző nyelveken, a angolul vagy németül az alma. Attól még, hogy te azt nem érted, attól még az almát jelenti. Neki az jelenti az almát. Ez ugyanolyan, mint amikor különböző nyelveken vagy különböző vallások megnevezik Istent. Azt mondja az egyik, hogy Isten, a másik meg azt mondja, hogy Jehova, a harmadik azt mondja az univerzum, a negyedik azt mondja a mindenség. Ezek szavak. A szó mögött ugyanúgy az jelenik meg, amit ezzel a példával, ahogy mondtam, az alma. Ahogyan a vizuális, az audio hallható rezgések, ezek is frekvenciákon keresztül kommunikálnak velünk, tehát úgy érkeznek el hozzánk, hiszen a testünk arra való, hogy felfogjuk ezeket a rezgéseket, ez az ellenállása a rezgéseknek, és ahogyan felfogjuk ezeket a felénk áramló rezgéseket, a szemünkbe érkező fényhullámok képeket jelenítenek meg, ezek eljutnak az agyba, azok a képek ott realizálódnak, ott tudatosodnak, és aztán azok alapján mi reagálunk rá. Ugyanúgy a hallott információ is ilyen, de az érzékeink jóval magasabbak ennél, csak nem vagyunk tudatában,
hogy valójában nem csak a szaglásunkkal, a látásunkkal, a hallásunkkal, a tapintásunkkal érzékelünk, hanem érzékelünk a szívünkkel, és az, amit ilyenkor érzékelünk, azt nagyon nehéz szavakba önteni. Úgyhogy a különböző nyelvek nekem végül is csak eszközök, olyanok, mint a megtanultam volna latinul, de nem beszélnének sokan latinul, mert nem egy élő nyelv, és nehéz rajta beszélgetni valakivel. Nekem hála jó Istennek sokszor volt alkalmam ugye átélni egy-egy estét, amikor te zenélsz és énekelsz, és az egy óriási dolog, hogy már amikor te fellépsz a színpadra, egészen az utolsó pillanatig, amíg lezársz egy estét, ugye számok között, gyakorlatilag te a szavaiddal is egy olyan tudás átadás történik ott, nem csak történeteket, információkat mesélsz, hanem amit az előbb mondtál, hogy megérintődnek a szívek, hogy a szíveddel is érzékelsz. Ez neked egy misszió, hogy az embereket így megérintsd, és hogy átments bizonyos korokat, értékeket a mai világba is. Ezt hadd kérdezzem meg tőled, hogy neked a régi világból mi volt annyira vonzó, amit szeretnél a mai napig ideidézni? Ha régi világnak tekintjük mondjuk a 100 évvel ezelőtti zenei kultúrát, és annak a zenei világát, akkor talán ami engem a leginkább megfog, és hogyha külön választhatom a klasszikus könnyű zenétől, a klasszikus komoly zenétől a klasszikus könnyű zenét, mert így érdemes külön választani. A klasszikus komoly zenének a harmónia menetei, azok fogalmazunk úgy, mintha színekről beszélek, hogy van a piros, a sárga és a kék, mint alapszínek. Ugye ezeket, hogyha összekeverjük, lesz belőle zöld, lila és narancssárga. Na most ezeket újra és újra és újra tudom keverni, és egyre több árnyalat jön ki, ugye egyre nagyobb színkört kezdünk el látni, ami egyre pontosabban leír valamit. Tehát egyre pontosabban meg tudom határozni, hogy egy levélnek milyen színe van, hogy az égbolt aljának éppen milyen színe van egy naplementekor, stb. Ugyanígy a zenében lévő hangok, ahogy egymáshoz érnek, egyfajta, mint összekeveredne egy színné, és amikor az egyfajta színné keveredik, az a hangszín, az a frekvencia, az még pontosabban leír egy érzést. És a jazz zenének a már 4-es, 5-ös hangzat felrakásai, azok már olyan pontos színek, annyira pontosan leírnak érzéseket, hogy John Lennon képes volt ezt a mondatot kimondani, hogy Isten azért teremtette a zenét, hogy akár szavak nélkül is lehessen imádkozni. És végül is valahol ez nagyon megfogott ebben a zenében, hogyha nem a tudatos részét nézem. A tudatos része az a kutató gyermekként egy időutazás vágy volt. A nagyszülők tárgyai között kutatva, úgy felfedezni tárgyakat, hogy megkérdezni annak a történelmét, ezzel a saját eredet történetemet is megismerni, és hálát adni azokért, akik annyi mindent tettek azért, hogy én egyáltalán létrejöjjek. Mert ha bármelyik pillanatban ők máshogy döntenek, akkor én nem ülök itt. Valaki más ül itt, vagy máshol, de nem pont én, nem pont itt. És az, ahogyan ez az eredet történet kutatás, hogy kik voltak a dédszülők, az ükszülők, hogy kihez milyen tárgyat tartoztak, ki mivel foglalkozott, azok a genetikai kódok, amelyek belém táplálódtak, azok honnan erednek, ezekhez a kapcsolódó tárgyak és azok a zenék, az a kultúra, ami mögötte van, az ugyanúgy az örökségünk része, mint ahogyan a genetikai örökség is egy örökség, ugyanúgy örökség maga a kultúra. És akkor a magyar könnyű zene klasszikusait
mostohán kezelő magyar kultúrpolitika, a második világháború és a rendszerváltás közötti időszakban, hogy ez a szőnyeg alá söprögetett zene volt, mondván, hogy ez egy kispolgári csökevény zene, amit nem nagyon mertek elővenni. Hát a bankban nincsen betétem, de mégse látok setéten, hiszen az élet szívem, te véled, nagyon szép. Hát akkoriban, ugye, amikor mindenki egyenlő volt, egyenlő elosztásban kapták a javaikat elvileg, tehát a koncepció ez volt, akkor nem volt szabad mondjuk egy ilyen dalt énekelni. De azért egy-egy fekete-fehér filmben láthattuk, hogy én ma a pénzemet minden mulatom, kalapom-pom-pom, kalapom. Tehát, hogy ezek a mondatok, akkor meg ugye azt mondhatták rá ideológiailag, hogy lám, az, aki elmulatta a pénzét, annak aztán utána nem volt, úgyhogy ezért az ember gondosan kezelje az ilyen ügyeit. Úgyhogy látva ezeket a mintázatokat, amik belekerültek, belerezonáltak a bakelitbe, és a vinil lemezbe, aztán később, először bakelitbe, aztán vinilbe, ezek akkori emberek, akkori érzéseinek a lenyomatai. Engem az izgatott a leginkább, hogy ezekben a lenyomatokban a tanulságot mi jelenti. Mert ha van benne tanulság, akkor az ugyanolyan, mint egy mitoszt elolvasni, amelyen úgy szintén van tanulság, és hogyha az orákulum leül a tűz mellé, és megkérdezzük tőle, hogy honnan eredt a világ, akkor ugyanezekből a mintázatokból követi végig, egészen a keretkezés történetig azt, hogy mi kik vagyunk. És ugye most a görög mitológiát nézzük, vagy a Bibliát nézzük, vagy a hinduizmus kultúráját nézzük, vagy egy afrikai kultúrát nézzünk, mindenhol a tűz köré leülő emberek a saját eredetük keresésének a mitológiáját, a mitoszait veszik elő. És ezekben valójában a tanulságok nagyon fontos lenyomatai, mint mintázatok azok, amelyek segítenek és vezetnek bennünket egy egészségesebb, tisztább mentális épség felé, és egy egészségesebb kapcsolati világ felé. Azt többször hallottam, és ez egy fontos tanítás, amit te odaadsz és átadsz, hogy most élsz. Hát a jelenben való létezés, és azért mondom ezt, hogy a különböző kultúrákban, különböző nyelveken fogalmazzák meg valójában ugyanazt, mert a magvető hasonlat, ami a hegyi beszédben Jézustól elhangzik, ugye, ahol a magvető, ha a múltban néz, akkor nincs a jelenben, és nem a szántásba, a jó földbe ejti a magot, hanem akkor a sziklás földbe hullhat, ahol nehéz lenne neki kikelnie, bár megküzdhet érte. Vagy a jó Isten gondoskodhat róla, hogy esetleg annyi eső legyen, hogy belesüppedjen a sárba, de ott kisebb esélye van, mintha mi tényleg a jó földbe hullatjuk bele a magot, és aztán rábízzuk ezzel az isteni gondviselésre, hogy majd az időjárás, amire nincs befolyásunk, egyelőre, és remélem nem is lesz, hogy az majd megoldja azt, hogy ez a mag ezt ki tudjon kelni. Utána, amikor már kikelt, amikor egy gyerek megszületik, átvesszük ezt, mert mi gondozzuk, és közben imádkozunk azért, hogy továbbra is megkapjuk az elegendő mennyiségű esőt és napfényt. De ha a jövőbe tekintünk, és már előre elmulatjuk akár a nyereségét valaminek, ami még meg sem történt, mert még nem is arattuk le, sőt, még éppen, hogy csak most vetünk, de már azon kalkulálunk, hogy majd mit fogunk belőle venni, meg majd hogyan fogjuk befektetni, hát az annak még nincs itt az ideje. Ugye a holnap aggódjon a önmagáért, a holnapért, nem a máért. És ezért a jelenben, a mostban való létezés, az ezek a gondolatok, hogy mi van a jövőben, mi van a múltban, ezeket mondhatjuk az egónak, vagy más kultúrák az ördögnek, stb. Ezek bent suttognak a fejünkben. És ezek folyamatosan, mint egyfajta köd, megpróbálják eltakarni a valóságot, és hogyha ezen át tudunk látni, és a jelenben tudunk lenni,
akkor oda tudunk figyelni arra, hogy éppen itt és most hatással tudjunk lenni a saját magunk életére és a jövőjére, és ezáltal magunkon keresztül másokéra. Így rajtunk keresztül is megtörténik az isteni gondviselés. Hogyha csak sodródunk ebben, és csak a múltban és a jövőben lévő gondolataink léteznek, akkor nem tudunk figyelni pont erre a jelenlévő pillanatra, pedig az élet valójában csak a jelenlévő pillanatok összessége. Mint ha az idő egyenesre azt mondanám, hogy itt van a múlt, mondjuk a keletkezés, és itt van a végtelen. A kettő között van egy egyenes, és ezen kijelölök egy pontot, hogy itt vagyunk, itt és most mi. És ezt most így szembefordítom veled. És ez egy új dimenzió, hogyha rájössz arra, hogy valójában ez csak egy pont. Ez mindig csak a jelen. Ez csak mi próbáljuk feldolgozni a memóriánkban tárolt emlékekből, a génjeinkben tárolt családi történelmek, traumák és boldogságok lenyomataiból, hogy mi kik vagyunk. De valójában az idő nem létezik. Az csak azért van, hogy tudjunk találkozni, megbeszéljük, hogy 6 órakor vagy 7 órakor találkozunk. De nem tudom, tudod-e, hogy a földgömb az olyan, mint egy buborék, ami állandóan pulzál. Mert amikor egy buborékot átfújsz a kis karikán, és egyszer csak ugye a kétdimenziós hártyából egy háromdimenziós gömbé válik, és így megy előtted, akkor látod, hogy egy kicsit így lebeg, pulzál. És a Föld ugyanezt csinálja. Ezért nagyon nehéz a GPS-nek, amikor a Föld köré kilőtt műholdak megpróbálják belőni a sugarakkal a távolságát például egy autónak, mert az autó folyamatosan föl és leemelkedik, és így az idő is úgy telik, mert az atomóra is ugyanezzel működik, idő is úgy telik, hogy mondjuk óra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, és akkor ezt próbálja valahogy nekünk értelmezhetővé tenni, igen. És lefordítani, mert hogy ez folyamatosan gyorsul és lassul. Azért az elképesztő volt látni test közelből, hogy amikor pont egy Máté Péter esteden te elkezdtél csettintgetni, és hát, most. Mindig és akkor valaki még, nem tudom, kávézót, meg evett, meg éppen italt töltött, és addig csináltad, amíg az emberek egyszer csak már mindenki tényleg rád nézett, és elkezdte felfogni, hogy, most itt hogy te mit akarsz mutatni, hogy figyelj, most élsz. Hát, nem, az igen. Előző csettintés már rég vége igen. Van, figyelj, most. Igen. És de... hogy felébreszteni az embereket, és azt mondani, hogy éld már át, hogy itt vagy, éld már át, hogy érzel. De hát nem ez csodálatos. Egy olyan gyönyörű dolog volt ezt de megélni. De ezt nem én írtam. Tehát a magyar könyvzene klasszikusainak a Bibliája, a nagy magyar dalos könyv, tele van ezekkel a csodálatos gondolatokkal. Ez, ha én ennek vagyok a szerzetese, akkor én felmegyek, kinyitom, és a megfelelő liturgikus pontokat előveszem, azért, mert az emberek szolgálatára van. Tehát azért is tudod fennmaradni, mert valamilyen módon fontos volt az embereknek, hogy újra és újra elénekeljék, mert segített. És S. Nagy István, aki egy egészen transzcendens gondolatokból táplálkozó költő, és 19-ben most lett volna 70 éves, az ő munkásságának a java része az időről szól, meg a létkérdésekről. És én nagyon szeretem az Elszökik a nyár című dalszövegét, vagy a Most élsz című dalszöveget, és nagyon sok hasonlóan szép világlátás gondolata van, ami segít
a jelenben való létezésben. Tehát, hogy és én csak egyszerűen annyit teszek, hogy, hogy én ezt kikutatom, jól megvizsgálom, és megpróbálom a tanulságait, ahogyan több ezer éves szentírások tanulságait ma is elővesszük, letöröljük róla a kor rárakódott olyan rétegeit, amelyek csak kulturális kosz, por, különbség, és megpróbáljuk újraértelmezni a mai világban. És én ezen dolgozom, hogy ezek az örökérvényű gondolatok, ezek fent is maradjanak. Amikor Liverpoolban voltam a Művészeti Egyetemen vendégelőadó, hogy ez a Paul McCartney által alapított Liverpooli Művészetek Intézete, mint egyetem, én oda a két háború közötti magyar kabarédalokat vittem bemutatni. És aztán rájöttem, hogy nem csak az uniós hallgatók nem ismerik ezeket a dalokat, esetleg talán a Szomorú Vasárnapot ismerhetik, vagy a Hullófa Leveleket, ami egyébként francia sanzonként van bejegyezve, hiszen ugye a Magyarországról elmenekülő Kozma Párizsban adta el a szerzeményét, de ugyanúgy a Kis Pipa vendéglőben írta, ahol a Szomorú Vasárnapot a Seres Rezső, milyen érdekes egyébként nem, hogy egy ponton született ez a két világsláger. A felfedezése annak, hogy rajtuk kívül én, ha itthon beszéltem ezekről a dalokról, akkor néhányan olyan kicsit legyintve, meg hogy hát ez már a mulatós zenébe belekerült anyag, meg egy kicsit úgy szégyenkezve, hogy hát igen, volt ilyen időszak, amikor az emberek ilyen butaságokat énekeltek, vagy volt igen azért a szocializmus idején is boldogság, bár szégyennek gondolják az emberek azt, hogy akkor valaki boldog volt, mert hogy az nem volt egy jó világ, de mégis, ha ezeket a társadalmi, kulturális, társadalomkultúra rétegeket levesszük róla, akkor az egészen mély emberi értékeket, hogyha megfigyeljük, akkor azoknak a tartalmai, azok a mai napig ugyanúgy, ahogyan rakódnak egymásra, azok az örökségeink. És csak gyűlik ez a kulturális örökség, és csak egyre pontosabban tudjuk megfogalmazni azt, hogy hogyan segítsünk egymásnak ezek által. Emlékszem, hogy a hűtőszekrényeden ki van rakva egy papír, és mi van rá írva? Hát a Tapolyai Emőkének az egyik előadásán hallott mondat, hogy na és akkor mi van? Mert, és ez nekem nagyon tetszik, mert úgy szintén az ego műve a folyamatos stressz, hogy abból táplálkozik, félelemből, aggodalomból, szorongásból, hibáztatásból és sérelmekből. Tehát, hogy, és akkor hogy mi lesz, ha rosszul sikerül valami. Milyen érdekes, az soha nem kérdezi meg az ego, mi lesz, ha jól sikerül. Mi lesz, ha, úristen, mi lesz a nyerekalottól? Tehát ezt az emberek nem. Igen. Mi lesz, ha nem? Mi lesz, ha sikerül a vizsgám? Miért? Az természetes. Mi lesz, ha nem? Hát mindig van egy újabb pillanat, amikor sikerülhet. És a tanulság az az, hogy nem úgy sikerülhet, ahogy korábban próbáltad, hanem ha akkor nem sikerült, akkor itt van az újabb esély, na így. Ugye Edison mondta, hogy ő nem egyszerűen csak egyszer feltalálta mondjuk a villanykörtét, hanem ő több ezer módot talált arra, hogy nem működik a villanykörte. És egyszer csak ott volt egy olyan, ahogy működik. Van ebbe egy vigasztalás, az a na és akkor mi van? És akkor mi van? Hát, hogy most... Megy tovább az élet. Igen, mert elfogadni... Azt sokszor nehéz. Sokszor nehezen fogadjuk el, hogy így van. De a bölcskeleti filozófusok azt mondják, hogy két utad van. Az egyik, hogy ott a probléma előtted, és tudsz rajta változtatni? Akkor változtass. És akkor miért aggódnál?
Ha nem tudsz rajta változtatni, akkor fogadd el, hogy ez így van. És akkor úgy szintén nem aggódsz. Igen, ez az elfogadás azért ez egy, nem egy könnyű dolog. Elfogadni, hogy ez így van, és hogy nincs rá hatásunk, mert hiába topozzékolunk, ugye, ahogyan egy kisgyerek topozzékol, mert esik az eső. És ő el akart menni a játszótérre. De esik az eső, de álljon már el az eső. Nincs rá hatása. Hiába topozzékol, lehet, hogy egy Barbie babáért topozzékolhat. És lehet, hogy ki tudja erőszakolni, hogy megkapjon valamit. De a topozzékolással nem nagyon tudunk hatással lenni. Ha csak nem, az egónkat addig erőszakoljuk másokra, amíg azok megadják magukat. De amikor megadja magát, akkor lehet, hogy kevésbé fogja a saját magát szeretni. Márpedig a legfontosabb, hogy pontosan annyira szeresse saját magát is, mint mindenki mást. Tudod, mi jut erről eszembe, amikor elmentünk pár évvel ezelőtt karácsonykor egy gyerek otthonba, és vittünk általad rajtad keresztül a gyerekeknek egy nagyon-nagyon fontos üzenetet. Mi is volt ez az üzenet? Hát, hogy kívánd, hogy mindig úgy szeressenek, ahogyan szeretnéd, hogy szeressenek. Ugye ez egy nagyon fontos gondolat. Eleve a szeress fele barátodat, mint te magad, ahogy édesanyám mondta, hogy ez azért egy furcsa mondat, mert a mint szó, az se nem főnév, se nem ige. Ezért nem fókuszálunk rá. Csak a szeresdre fókuszálunk, a fele barátodra, meg a te magadra. Szeress fele barátodat, mint te magad. Majd nem gondolunk a mint szónak a legnagyobb jelentőségére, pont annyira, se kevésbé, se többé. Mert ha jobban szeretem magamat, mint másokat, akkor beképzelt vagyok, öntelt. Hogyha kevésbé szeretem magam másoknál, akkor pedig egy loser, vesztes feliratot tetováltathatok magamra, hogy akkor tessék, itt vagyok, bárki belém rúghat. Kínálom magam tálcán a sérelmekre. És megtalálni ezt az egészséges egyensúlyt, ez egy írdatlan nehéz dolog. Felismerni, hogyha esetleg magunkat jobban szerettük, vagy felismerni azt, hogyha magunkat kevésbé. De az önutálat érzése az minden ember számára ismerős, és akkor meg kell vizsgálni, hogy miért. Miért nem szeretem magam? Mit lehet, hogy másokat jobban szeretem, ezért másoknak több mindent megtettem, mint amennyit kellett volna, és ezért hagytam magam kizsákmányolni, és ezért nem szeretem magam. Vagy nem vagyok magammal őszinte, és ezért nem szeretem magamat. Lehet, hogy akkor ezért másokkal sem vagyok őszinte, ha magammal sem. Tehát ez nagyon sok kérdéskört felvet. De abban a konstellációban, ahol ez a kívánt, hogy mindig úgy szeressenek, ahogy szeretnéd, hogy szeressenek gondolat előjött, ott az áldozatoknak a saját maguk hibáztatása volt a legszégyenteljesebb helyzet. Hiszen ma már tudjuk, hogy az az igazgató, aki nem akarta engedni, hogy a díszteremben mi a szolgálatunkat teljesítsük, és ki lettünk űzve egy tornaterembe, hideg, fűtetlen tornaterembe, ahova a gyerekek a saját maguk rendeztébe hoztak székeket, padokat, és a saját hálótermőből hoztak le egy kis magnót, amibe betettünk egy zenei alap CD-t, és nem volt technika, mert nem engedte az igazgató, hogy használjuk ezt a technikát. Meg nem is szóltak a gyerekeknek, hanem ott házon belül próbáltuk őket elérni. És nem szóltak a gyerekeknek, hogy mi jövünk hozzájuk. És én ott elmondtam, hogy most ez furcsa dolog lesz nekik, mert ők azt láthatják, hogy az énekesek mikrofonba énekelnek, de én nekem a hangomnak valójában nincs szüksége rá, hogyha ők elég közel vannak hozzám, és fogják hallani, amit énekelek. És akkor beszéltem nekik, ugye az Ajándék című dalnak a fő gondolatáról,
és voltak, akik felálltak és kimentek. Sose fogom elfelejteni annak a lánynak a tekintetét, ahogy kiment azon az ajtón. Mert rátapintottam valamire, hogy őt nem úgy szerette az igazgató, ahogy neki jó volt. És hogy ezt a mintázatot megtanulták a többiek, hiszen ha az igazgatónak szabad, akkor nekik is. És egymást is elkezdték bántalmazni. És emlékszem, hogy te azt mondtad, hogy mondj nemet. Mondj nemet. Nyugodtan mondj nemet, nyugodtan, hogyha valamit nem ki. Akarsz. Én nem tudtam. Nem tudtam, hogy ők milyen helyzetben vannak. Én nekem csak egészen egyszerűen jött az inspiráción keresztül egy sugallat, hogy ez a gondolat nagyon fontos. De azzal, hogy én ezzel benyomtam egy gombot, én hálás vagyok, hogy benyomtam akkor ezt a gombot, és hálás vagyok, hogy akkor ez az egész gondolat, nem gondolom azt, hogy ez tőlem indult el, de hogy ez a gondolat akkor megerősödött ezáltal, és ők is megérezték azt, hogy itt valami nincs rendben, annak aztán végül az lett az eredménye. Hatással volt, hogy végül sikerült eltávolítani ezt a szemét ebből a környezetből, ahova nem való. Pedig egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben voltál te magad is. Az édesanyád beteg volt. Igen, mindannyiunknak vannak nagyon nehéz élethelyzetei. És a nagyon nehéz élethelyzetekben való szolgálat az mindannyiunknak egy kihívás. Mert a nehéz élethelyzetekben a szorongás és az aggodalom úgy szintén az ego műve, és de amikor szolgálunk, akkor csak ezen a testen keresztül cselekszünk, és megyünk, és visszük azt, ami... Azt nem fogom tudni soha elfelejteni, hogy mondtam, hogy nem muszáj jönnöd, kimentelek, elmegyünk máskor, és mondtad, nem, én megbeszéltem anyukámmal, és jövök, és menjünk a gyerekekhez. Édesanyám konkrétan az utolsó pillanatig azt szerette volna, hogy én szolgáljak, és csak pont annyira tartott rám igényt, amennyire valóban szükség volt. Miből merítettél te akkor azon a ponton, mert hogy ugye emlékszem, hogy szilveszterkor egy dupla koncert. A karácsonyi dupla koncert előtte egy turné, ott a szilveszteri koncert, stb. Az a helyzet, hogy akármennyire is szeretem magam, és szeretem a környezetemet, és szeretem a pillanatokat, amelyekben jelen vagyok. De nem miattam van ez az egész. Szeretné minden ember azt gondolni, szeretnénk azt gondolni, hogy miattunk lett a világ, csak miattunk teremtette a Jóisten, mindannyiunk miatt teremtette. És amikor én szolgálok, akkor én nekem egy olyan kapcsolódásom van azzal, hogyha elfogadom azt, hogy nem fontos az én személyem, ugye a személyiség a saját történelmével, a saját múltjával, a saját gondjaival, stb., hanem ezt így félre tudja tenni, és annak csak annak a gyökerén keresztül csak azzal az információval foglalkozik, és a liturgiából azokat a pontokat veszi elő, amelyek közösen együtt másokat szolgál, az ugyanúgy neki is fontos. Az őt is táplálja, de amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy nem szívnak ki téged, így az energiádat nem szívják le. Mert hogy borzasztó sokat adsz tényleg estéről estére. És én azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan, mint egy transformátorba bevezetődik az áram, és az fel tupírozza, és aztán utána még többet tud belőle adni, de ez nem az övé. Rajta csak átáramlik. Tehát azt mondod, egy picit most próbálom a saját nyelvemre lefordítani. Egyik kezemmel kapom, és aztán adom tovább. Hogy visszajött feléd, vigasztalt téged valamilyen módon, valamennyire? Nem, mert a tudatosság az közben csak egy-egy pillanatra jelent meg. Egy-egy olyan gondolat van, ami a dalok
van az a mintázat, ami éppen az aktuális, a személyemnek az aktuális traumája vagy megélése volt, az azzal való kapcsolódásban egyszer-egyszer feljött például a Halleluja című dalban lévő imádkozás, stb. De olyankor még erősebbé vált a hit. Uh-huh. Hogy ennek téren és időn túli hatása van. Uh-huh. És ugye hát én végtelenül hiszek abban, hogy az utolsó pillanatáig valakinek az életének az utolsó pillanatáig az életével foglalkozunk, és a halálra való felkészítés az pedig már valójában gyermekkortól kezdve érdemes volna, mert ugye mindenki retteg attól, hogy meg fog halni. Csak ez elkerülhetetlen. Igen, ez olyan, nem egy választható. Ez olyan, mintha rettegnénk dolog attól, hogy fel fog kelni a nap, és egy ilyen napfelkelte fóbiánk lenne, vagy egy nap lemente fóbiánk lenne, az lehet, hogy jobb, mert ugye a fény kialvása pedig nem alszik ki, csak elbújik a horizont mögé. És ez a horizont mögé bújása a fénynek, ezt mi sötétséggel, ugye mert látjuk, hogy sötét lesz, arra úgy reagálunk rá, hogy mi is egy kicsit, ugye hiszen nem táplál bennünket a napnak az ereje, mi is elkezdünk elpihenni, és aztán lefekszünk aludni. És amikor felkel a nap, és a napnak az ereje megint megjelenik, akkor megint ébredünk az egész, ugye pont olyan távolságra van a naptól a föld, hogy ez így tud működni. Tehát egy hatalmas lehetőség és szerencse, hogy így van. Na most ezt a fajta halálra való felkészítést, ezt más kultúrákban egészen szépen születésnapokon például kimerik mondani, hogy kívánom, hogy legyen egészséges életed, hosszú életed, kívánom, hogy szép családod legyen, boldog munkád legyen, és kívánom, hogy szép legyen a halálod. És ezt egy európai embernek kimondod, olyan, mintha azt kívánnád neki, hogy halljon meg. Igen, tehát ez a mi bajod van tehát velem. Így egészen rosszul lesznek az európai emberek erre, ettől a gondolattól, márpedig az, hogy szép legyen a halálod, az abból ered leginkább, hogy tudatosan fel tudod fogni, hogy téged szeretnek azok, akik fontosak számodra, és te is tudattad velük vissza, hogy ők fontosak számodra, és szereted őket. És ez a feltétel nélküli visszacsatolás, ha megtörténik, akkor könnyű az elválás a fizikai konstrukciótól. Hiszen az, ami ezt működteti, amit hol léleknek hívnak, hol kvantumenergiának hívnak, mindenki máshogyan próbálja ezt megfogalmazni, ez a saját gravitációját elveszíti, és átadja magát a föld gravitációjának, széthullik, és újra rendeződik egy új elv szerint. De az, ami ezt összetartotta, az visszakerül a saját sajátjai közé, a saját energiája közé, ahogy a kvantumfizika ezt megállapítja, és furcsa módon ezt megtesszük álmunkban. Amikor a legmélyebb álomban vagyunk, akkor az agynak a kvantumenergiája olyan alacsony szintre csökken, hogy valahol máshol jelenik meg. És abból a bizonyos más téridőből, amikor visszatér, olyan új információkkal tér vissza, amelyek segítenek az éber állapotban máshogyan, esetleg jobban tovább haladni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Most az ugrott be nekem, hogy akár a te életedet, a te karrieredet is milyen módon, és itt most idézőjelbe teszem a véletleneket, hogy hogyan befolyásolták, hogyha akár a 9-11-re gondolunk például, hogy ez téged hogy érintett. És milyen hálás vagyok érte. Én végtelenül hálás vagyok érte, mert hogy 2001-ben, szeptember 11-én, amikor törölték a Las Vegas-i Casino du Paris nagy kaszinó, nagy előadótermének az új bemutatóját,
amelynek én lettem volna a főszereplője, és a szerződésemben a Jay Leno Show-tól kezdve nagyon sok minden volt. Lehet, hogy én nem voltam még elég érett ahhoz, hogy az egómat ne pumpálja fel és duranjon ki idő előtt az én életem lehetősége. És lehet, hogy felkészületlenül ért volna az a túl nagy gazdagság és siker, de mivel ez akkor a lehetőségek a multiverzumon belül ebben az univerzumban folytatódott tovább az én életem, így akkor én ezt egy traumának fogtam föl. Most, amikor látom, hogy milyen sok vannak Las Vegasban, és az emberek elveszni mennek Vegasba, mert ma már nem csak a kockázatot, az életükkel való kockázatot úgy játsszák el, hogy feltesznek zsetont, a pénzt, ami az energia szimbóluma, és azt kockáztatják, és azzal játszanak egy kicsit, hogy mernek-e kockáztatni, hanem a saját életüket is kockáztatják ma már. A Las Vegasban ma a látogató közönségnek a 60%-a életveszélyes kemény drogokkal kockáztat. Olyan előadásokra ülnek be, amelyeket már nem tudnak élni. Egy Cirque du Soleil előadás unalmas számukra, mert annyira felgyorsult pszichével, mert olyan drogokat szednek be, amelyettől annyira gyors képváltásban vannak, hogy annyira lelassul minden, hogy unalmasnak érzik. És ezért csak rövid előadásokat képesek befogadni, amelyek minden inger küszöböt kiütnek. És ezt én most, amikor Edinburgh-ban voltam, láttam egy ilyen előadást, és nem értettem, hogy mire megy ki a játék. És akkor kérdezték tőlem, hogy voltam-e Vegasban mostanában. És mondtam, hogy valójában nem is soha nem voltam Vegasban, én mindig csak úgy elképzeltem, hogy milyen lett volna, ha én ott vagyok. De ugye én egy ilyen Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Liza Minnelli féle Las Vegasba képzelem magam, ami már a múlté. Ami már a múlté. De még hiszek benne, hogy esetleg az emberi jóságot, a nyugalmat és a Las Vegas alapkoncepcióját, a kockáztatás élményét, a mostban, a jelenben lévő kockáztatást, hiszen a kocka elvetés az olyan, mint egy mag kiszórása, a magvető hasonlata, hogy keretes szerkezete legyen ennek a beszélgetésnek, az ugyanúgy ott van. Mindig feltesszük az egész életünket egy all-in-nel, vagy a pirosra, vagy a feketére. Minden egyes pillanatban azzal, hogy igent, vagy nemet mondunk valamire. Mindig választunk. Döntök, hogy most jobbra nyúlok, és innen iszom egy kortyot, vagy balra megyek. Ez mindig egy újabb élet lehetőséget ad. Egy másikat. És ezért az én életem, az most ide vezetett hozzád, hogy beszélgessünk, és oda, hogy én most már tudom, hogy én nekem hálásnak kell lennem, mert az, amilyen irányba haladt Las Vegas, az nem az én utam. Egy biztos, hogy az, amit te képviselsz, amit tudsz, ami a szíveden van, mint egy ilyen varázslat, azt oda tudod adni az embereknek. És nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, és remélem jó szolgálatot tettünk most is mind a ketten, és én köszönöm a te szolgálatodat. Tényleg köszönöm. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és kövessék Farkas Gábor Gábrielt, hogy hol lép föl, Facebook oldalán megtalálják, hogy milyen estén tudják őt meghallgatni és elvarázsolódni. Megéri, higgyék el. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra. Viszlát.